A világ titkait a legkisebbeknek megtanító pedagógusokat köszöntötték a bölcsödék napján. A kerületi kisgyermeknevelők, dajkák, bölcsödei dolgozók a koronavírus járvány után újra közösen ünnepelhettek. Nehéz, erőnfelüli munkát igénylő időszakon vannak túl, miközben az óvodákban, az általános és középiskolákban voltak leállások, a bölcsödék a pandémia alatt is folyamatosan nyitva voltak. Stresszes, súlyos döntésekkel teli időszak volt ez, erről beszélt köszöntőjében a Kispesti Egyesített Bölcsödék Intézmény vezetője. A Szódi Sikteréva azt mondta, miközben sorra betegedtek meg kollégái, azt is mérlegelnie kellett, mi lesz azokkal a gyerekekkel, akiknek a szülei még dolgoztak, dolgozhattak. Láttátok ti is, hogy mennyi, nagyon sok olyan kisgyermek érkezett ebben az időszakban a bölcsödéinkben, gyerekjólét, a jelzőrendszer segítségével, akiknek ez a bölcsödei ellátás nem csak annak a lehetősége volt, hogy addig még a szüleik dolgoznak, addig szakszerű ellátás mellett, jó melegben, rendes, megfelelő étkeztetés mellett eltöltsék a napjukat, hanem nagyon sok kisgyermeknek ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy megfelelőképpen fejlődjön, hogy megkapja naponta az ötszöri étkezést, négyszeri étkezést, hogy megkapja azt a meleget, megkapja azt a szakember segítséget, hogy az ő fejlődése megoldott legyen, és legfőképp, hogy biztonságban legyen. És azt gondolom, hogy ezek a gondolatok azok, amik átsegítettek ezeken a nehéz időszakokon, és azt gondolom, hogy nagyon jó döntés volt, mert ha másért nem ezekért a gyerekekért, hogy ezekben a nehéz napokban is nyitva voltunk. És köszönöm, hogy ebben mindvégig támogattatok, és soha nem éreztettétek azt felem, hogy másiképp kellene döntenem. Kispest alpolgármestere is köszönetet mondott a csaknem 140 kispesti bölcsödei dolgozónak, hogy a járvány alatt is csaknem 2 éven át szolgálták a kerületben élő családokat. Vincek György azt mondta, a bölcsödék folyamatosan fejlődnek, mind felszereltségében, mind pedig az itt dolgozók szakmai tudásában. A gyermekmegőrzést már rég elfelejtettük. Itt már tényleg komoly fejlesztések vannak, felsőfokú szakemberek dolgoznak azért, hogy a gyermekeket már ilyen pici korban is próbáljuk önálló életre nevelni. Kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, kapcsolatban vannak a szülőkkel, együttműködnek, az óvodákkal, ami nagyon fontos, hogy ezek az átmenetek minél egyszerűbbek legyenek. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy a demográfiai változások miatt be kellett zárniuk a kerület egyik legrégebbi bölcsödéjét, a Harangvirág bölcsödét az ilyen munkás lakótelepen. Az 5 kispesti bölcsöde ugyanis ma ki tudja elégíteni a lakossági igényeket, minden kisgyereknek jut férőhely az intézmények valamelyikében. Fájó szívvel zártuk be, és ezt a mai napig sajnálom, de hát ez a helyzet, amiben Kispest is él, hogy változnak itt a demográfiai adatok, hány gyermeket kell nekünk ellátni, hát ezek folyamatosan változnak, és most abban a szakaszban vagyunk, hogy nagyon kevés gyerek van Kispesten, és ha friss adatokat kellene mondani, akkor az még katasztrofálisabb. Tehát a január-februári adatok nem csak a Kispesten, hanem az országos is nagy mélypontot mutat a gyermekszületések tekintetében. A bölcsőde mindig az volt, akik először érzik ezeket a változásokat nyilván. A bölcsődei nevelés 170 éves múltra tekint vissza Magyarországon. Az első bölcsőde megnyitását 2010 óta ünneplik Kispesten is. Az önkormányzat 2011 óta ad át elismerést a kiemelkedő munkát végzőknek. A bölcsödés gyermekekért végzett kimagasló munkáért elismerő oklevelet az idén Pető Zoltánné, az Eszterlánc bölcsöde bevásárló kézbesítője kapta. A bölcsödei dolgozók demokratikus szakszervezetek Kispesti alapszervezetének elismerését pedig Kenesei Emma, a Csillagfény bölcsöde gyermeknevelője vehette át. A díjazottakat és az ünneplőket a Muszil Zsuzsa vezette, Múzsa RSG Sport Egyesület sportolóinak bemutatója, valamint Haluska Gyöngyi és Páncél Kristóf ének műsora köszöntötte.